Kedves vendégeink, nem mondhatom úgy is, hogy szeretettel köszöntelek benneteket a Salva Galéria legújabb kiállításán. Kelemen Ferenc, pirografikus a vendégünk, a kiállító művészünk, aki nem mellesleg Masters fekvenyomó Európa és világbajnok is egyben. Ezt hozzá kell tenni, mert ez a kettő dolog annyira elválik egymástól. Nagyon érdekes beszélgetést folytattunk, amit majd a televízióban meg lehet nézni. Külön köszönöm Márkus Orvosi Dánielnek, református lelkésznek a gitármuzsikát. Carcassi Andantino Mosso darabját adta elő, amit ő dolgozott fel. Átadom a szót Lukács Andrának, a Salva Művelődési Központ igazgatójának, hogy mutassa be az alkotót. Én is szeretettel köszöntök mindenkit itt a Salva Galériában, ezen a mai kiállítás megnyitón. Köszöntöm én is Kelemen Ferencet és kedves feleségét. Mielőtt figyelmünkbe ajánlanám ezt a kiállítást, először néhány szóban bemutatnám a kiállítót, a pirografikai kiállítás készítőjét, nem mint alkotót, hiszen egy világbajnokot, egy európai és világbajnokot is köszönhetünk itt ma. Önéletrajzi könyve 2019-ben jelent meg, melyből kiderül, hogy küzdelmes élete volt, de amivel belefogott, az mindig sikerült neki. Kitartás, céltudatosság jellemezte életét, munkáját és jellemzi ma is. Kelemen Ferenc 1955-ben született Szombathelyen, egy asztalos kisiparos családban. Már gyermekként is elég akaratos volt, nem szerette a kötöttségeket. Talán ezért is választotta az egyéni sportágakat, amelyekben aztán nagy sikereket ért el. Már 12 évesen az egyik barátjával jelentkezett a haladáshoz súlyemelőnek, ahol 1979-ig versenyzett. 13 évesen, 1968-ban, korengedménnyel indulva Vas megye. Ezekben az években a zalaegerszegi sportklubok színeiben is versenyzett, ahol sorra nyerte a serdülő és ifjúsági versenyeket. Több Zala megyei rekordot is magának tudhat, vagy megdöntött. A középiskolai éveit a szombathelyi Kanizsai Dorottya gimnáziumban töltötte, ahol szintén versenyzett és három országos középiskolás csúcsot is magáinak tudhatott. Miután a súlyemelést abbahagyta, 1979-ben pár évig erőemeléssel foglalkozott. Otthon edzette magát, edzője nem volt, kitartásának, akaraterejének, szorgalmának köszönhetően erőelem emelésben arany jelvényes szintet ért el 1982-ben. 1990-ben felesége biztatására indult el Szombathelyen a Nyugat-Magyarország szkanderbajnoka versenyen, ahol azonban csak negyedik lett, mellyel aztán nem volt elégedett. Azonban kitartásának, szorgalmas edzéseknek köszönhetően egyre több versenyen sikerrel szerepelt, míg nem 1992-ben Kőszegen megnyerte a Nyugat-Magyarország szkander bajnoka címet. Ezt a sportágat 1996-ban fejezte be az aranykor Spartakiad verseny megnyerésével. Ezután kezdődött el 2005-ben fekvenyomó, előbb amatőr, majd profi pályafutása. Első magyar bajnokságát ugyanebben az évben harmadik helyen nyitotta, majd az évek során többször nyert magyar bajnokságot. 5 év kemény edzés után 2010-ben, 55 évesen benevezett a profi Európa bajnokságra, amit aztán meg is nyert. Sajnos 2012-ben átesett egy hátgerinc műtéten, de a versenyt még ezután sem adta fel, és 2013-ban egy világbajnokságra benevezett, Egerben rendezték meg ezt, ahol nem kis küzdelem után korábbi világbajnokot győzte le, itt is sikereket aratott. És mert mindent a csúcson kell abba hagyni, ezt is így befejezte,
szép eredményeket ért el, és abba hagyta a versenyzést. A sporttól visszavonult, de felesége biztatására 2016-ban kezdte el a pirográfia technikát megtanulni, és alkotásokkal foglalkozni, amelyben azóta is örömét leli. Alkotásaiban megjelenik a család, mely egész élete során a legfontosabb volt neki. Egy családi címert is alkotott, amely ott látható az állványon, de nagyon sok történelmi vonatkozású képet is készít, melyből látszik, hogy érdeklődik főleg a magyar történelem iránt. Templomot, várat ábrázoló alkotás is látható a kiállításon. Látunk itt kőszegi várat, zsámbéki templomot, szombathelyi szalézi templom, melyek mind-mind aprólékosan kidolgozottak, visszaadják az eredeti épület vonásait. De vannak történelmi nagyjaink is a kiállításuk, amelyeket szintén élethűen ábrázol Ferenc. Telemi Ferenc László alkotásaival ismét sikereket ér el, ugyanúgy, ahogy a sportolás terén is. Már számos kiállításra mutatkozott be. Mindig és mindenkor maradandót alkot, ez már fiatal korában is megfogalmazódott benne, hogy valamit hagyjon az utókor számára. Életrajzi könyvében így ír erről. A lelki értékek kezdtek bennem előtérbe törni. Az a felismerés, hogy olyan maradandó fizikai és erkölcsi értékeket, tárgyakat, nem utolsó sorban tetteket hagyjak örökségül az utókor részére, amelyekre szívesen emlékeznek majd az ők unokáim is. Ezekkel a gondolatokkal ajánlom szíves figyelmükbe Keremen Ferenc László pirográfikai alkotásait. És további boldog és sikeres alkotást kívánok az elkövetkezendő időben. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghallgattam. Kedves nézőink, a Salla Galéria mai kiállítója Keremen Ferenc, aki pirográfikával foglalkozik. Szerintem ilyen jellegű kiállítás még nem volt a galériánkon Zalalövőn. Ferencet kérdezem, hogy mióta foglalkozik ezzel a tulajdonképpen művészeti ággal. Köszöntöm a Zalalövői tévénézőket. Kelemen Ferenc vagyok. Én 2016-2017-től kezdtem el ezt a pirográfikai alkotásokat készíteni, és azóta csinálom, és hát kiállítok, ahol kérik, és szívesen fogadnak. Hogy indul el egy ilyen folyamat? Hogy kezdődik az alkotás? Mi a pirográfikának a lényege? Nagyon jó a kérdés. A pirográfikának valóban lényege van. Először az ember megtervezi ugye fejbe, agyba, hogy mit szeretne megalkotni, mit szeretne csinálni. Utána azért kell keresni referenciaképeket hozzá, hogy legyen fogalmam, hogy mit szeretnék grafikailag ugye megalkotni, megrajzolni. Amikor aztán megrajzolom, ez a lényege, akkor utána a körvonalakat és az árnyalatokat is mindent kiégetek, és a legvégén az alkotásnak le kell lakkozni is az alkotandó képeket, úgyhogy, de egyébként közben még egy-két dolgot kell rajta alakítani, és azért tart elég sokáig egy-egy alkotás, mert amikor meg van rajzolva, akkor napokig az ember gondolkodik azon, hogy hát melyik vonal nem jó, melyiken kell változtatni, ugyanígy az égetésnél is. Tehát így azért egy pár hétig eltart egy-egy ilyen kép. Milyen gondolatvilág köré épülnek a képek, az alkotások? Mi alapján dönti el, hogy mi kerüljön a fára? Valóban az én gondolatvilágom egy kicsit a más alkotókétől távolabb esik. Tudniillik, én nekem a legfontosabb dolog maga a magyarságom, mert hiszen mind a két szülőm, hát még a régi Magyarország területén születtek, a Nagy Magyarország területén, ugyanígy a nagyszüleim is. Tehát például van egy olyan alkotásom, az Rínyi kirohanása, amikor én nem kívülről, tehát nem egy ellenséges táborból nézem, hogy szerencsétlen Zrínyi és katonái hogy rohannak ki, hanem pontosan mögötte én magam is rohanok ki, és én a Zrínyiéknek a hátát látom, tehát én magyar emberként látom ezeket az alkotásokat. Amikor viszont
épületeket csinálok, akkor alkotok, akkor az épületeknél a különlegesség nagyon fontos, hogy szép legyen az az épület, vagy például nem biztos, hogy pont magyar építész csinálta annak a tervrajzait. Ön nem csak arról híres, hogy pirografikai képeket készít, hanem fekvenyomó Európa és világbajnok is volt egykoron, és ilyenkor óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy lesz egy sportolóból művész. Illetve egy kicsit meséljen nekünk erről a sportéletről, hogy sikerült szombathelyi csapatból elindulva az Európa és a világbajnoki címet megszerezni. Hát ez egy nagyon érdekes és aránylag hosszú folyamat volt a világbajnoki címig, sőt, elmondhatom magamról, hogy egy világcsúcsot is fel tudtam állítani, még 2010-ben fekvenyomásban 155 kilóval, ami ugyan nem tartozott bele a verseny eredményembe, de versenyen kívül megadták a gyakorlatot. Kinyomtam egyébként egy versenyen belül is, de hát ezt elvették a bírók, hogy a német ellenfelemet ne olyan sokkal, ne 10 kilóval verjen meg, csak 5-tel. Na most ez egy olyan dolog, hogy ugye én 1967-től 79-ig súlyemelő voltam, közben egy-két sérülés miatt ki kellett hagynom kétszer fél évet, akkor 79-től 82-ig erőemelőként, abban az időben csak két fogásból állt az erőemelés, mégpedig a fekvenyomás és a guggolásban. De most én minden sportágban bizonyos szinteket elértem. A súlyemelésben országos középiskolás bajnoki szintet értem el, és országos középiskolás csúcsokat is javítottam, mégpedig annak a Bacakó Péternek az országos rekordjait döntöttem meg, aki aztán 1980-ban olimpiai bajnok lett, de hát nem volt az kis eredmény. Akkor az erőemelésben pedig ugye aranyelvényes szintet, ami egyenlő a súlyemelésben az első osztályú szinten értem el, csak azt abba kellett ugye hagynom 82-ben, mert olyan munkahelyre kerültem, hogy mindig éjjel dolgoztam, 10 órakor kezdtem, és másnap déli, 1 órakor, 2 órakor fejeztem, betettem le, tehát örültem, hogyha egy picit a gyerekeimmel is ha tudtam lenni, meg hát pihenni is. Na most akkor 90-ben, ez egy nagyon érdekes dolog volt, a feleségem biztatására kezdtem el szkanderozni. Kicsit ezt hosszabban ki kell fejtenem, hogy soha nem voltunk gazdag emberek, és hát a pénzre mindig szükségünk volt, és mondja egyszer csak a feleségem, hogy figyelj ide, azt mondja Franci, mert ő annak hív, hát az osztálytársaim is ugye annak hívtak a gimnáziumba, és hát ők ragasztották rám ezt a ragadványnevet. Azt mondja, hogy vasárnap majd lesz itt Szombathelyen egy ilyen sörfesztivál lesz, szkanderverseny, pénzdíjas lesz, pénzt is adnak érte, hát te úgy is szeretsz szkanderozni, azt mondja, hát akkor indulj el, és hát próbáld meg. Na hát mondanom se kell, hogy én utáltam a szkanderozást, megmondom úgy, ahogyan van, mert mindig megfájdult a könyökem tőle, na de hát én őnek nem mondhatok ellent, de hát a pénzre is szükség volt, hát gondoltam, hogy hátha. És hát ebből a háthából az lett, hogy 14-en voltunk az én súlycsoportomban, és bizony sajnos csak a negyedik lettem idézőjelben, hogy csak, mert amikor éjjel mentem dolgozni, és már hajnalodott, amikor Gyóróba, Győr-Sopron megyébe raktam fel a tejet a lépcsőn, akkor jött a kis boltos néni, ugye hát akkoriban én még aránylag 35 évesen fiatal voltam, ő meg talán 50-55 éves lehetett, ugye nekem néni volt, és azt mondja én nekem, hogy jó reggelt kívánok, magát meg tegnap láttam a TV2-n. Neki igen. És mit csináltam? Azt mondja, hát nagyon jól szkanderozott. Ne őrítse, megmondom, hogy szerintem csak 14-ben negyedik lettem. Azt mondja, akkor mit akar? Hát milyen jó eredmény a felesége? Egyébként mondtam neki, ugyanezt mondta, hogy egy nagyon jó eredmény, meg még 6000 forintot is kaptam érte, tehát így lettem szkanderozó. Na most ez egészen 96-ig ment, amikor egy ilyen öreg, vagyis inkább nem öregkor, hanem aranykor spartakiádot nyertem meg, amikor nagyon sok 10 lendvai ellenfelem volt, akik szélességre is és magasságra is kétszer akkorák voltak, mint én. Eleinte ki is nevettek, hogy mit akarok én a szkanderasztal mögött. Akkor viszont, amikor aztán sorban nyomkodtam le őket, akkor bizony kezdtek méregbe jönni. Attól féltem, még meg is várnak a végén. És akkor kezdtem el mondogatni, hogy majd, hogyha 50 éves leszek, ami 2005-ben történt, akkor majd elkezdek újra versenyezni, de most már a fekvenyomásban. Na most a fekvenyomásnál úgy történt, hogy 2005-ben elkezdtem, a magyar bajnokságon 3. lettem,
nem volt olyan rossz eredmény, és 2007-ben elindultam egy profiliga által szervezett versenyen, és többé nem engedtek indulni többet magammal amatőr versenyeken. Na most ezt akkor mi rossz néven vettük, de utána aztán kiderült, hogy ez nagyon jó húzás volt, mert utána a profi szövetség által rendezett versenyeken jutottam el 2010-ben Mosonmagyaróvári Európa-bajnokságra, és a Trinovai világbajnokságra, közben Komárnóba részt vettem, hogy mégis legyen tapasztalatom a nemzetközi versenyeken, ott is részt vettem, ott 11-ből 6. lettem, de ott mindenkit egy súlycsoportba jöttek, és akkor így megindult ez a dolog. 11-ben viszont Szeghalmon volt egy világkupa verseny, ahol a lengyel Bernard Hojkától kikaptam, és 12-ben műteni kellett a derekamat, és azt mondtam a feleségemnek, így nem lehet visszavonulni kikapással, hogy az ember nem világbajnokként vonul vissza, mert egyébként is ugye az Európa-bajnokság, a VPC világszervezet, a világbajnokság, a VUA világszervezetnél történt, és szintén VUA volt ez a világkupa. Ezért azt mondta az én feleségem, a Magdi, hogy hát figyelj ide, 13-ban még készüljél fel egy világbajnokságra, és azt megnyered, akkor ott hagyd abba. Hát ez úgy is történt, le van írva az önéletrajzomban, saját magam fogalmaztam meg az ő segítségével, a feleségemével, és Egerben, szeptember-októberben volt talán az a verseny, világbajnokság, azt megnyertem, és akkor ott abbahagytam. Egy világbajnokot győztem le, a Thomas Wagnert, aki 2010-ben szintén világbajnok volt. Hát így lett belőlem fekvényomú európai és világbajnok. Nehéz volt abbahagyni a sportot? Én teljesen őszintén mondom, hogy nem hagytam abba, hanem teljesen más szerekkel edzek, miután hát sajnos 2022-ben hát átestem egy ősejt transzplantáción, mert millióma multiplexet alapítottak meg. Tehát ez egy rákbetegség. Büszkén mondhatom, hogy a mai nap nem található már ráksejt a szervezetemben, viszont mint minden sportágnál ugye mindig magam találtam ki a módszereket, itt is, azóta is edzek, a magam által kitalált ilyen eszközökkel, már nem súlyzóval, mert azért az nehéz, de néha igen, néha azért súlyt is emelek, de inkább magam által kitalált gyakorlatokat végzek, és nem hagytam abba a sportot. Tényleg, akinek az életét a sport tette ki, hogy oké, most is edz, de álmodik néha versenyekről? Nem, őszintén mondom, hogy ma már versenyekről nem álmodok. Én megelégedett emberként hagytam abba a sportot, mert azért is szerettem volna a végsőkig minden sportágba eljutni, addig a szintig, ameddig én el tudok jutni, hogy ebben a korban, jövőre leszek 70 éves, ne kelljen azt mondanom, hogy hát elérhettem volna ezt, vagy elérhettem volna azt. Mert én ezeket a szinteket mind elértem, amit el szerettem volna érni, viszont ebben az úgynevezett képzőművészeti ágban ebben szeretnék, hát egy olyan szintet elérni, mint amit a sportban elértem, csak hát ez nagyon nehéz dolog, mert hát ugye egy új művészeti ág az végül is nem nagyon lehet látni, ez is ritkaság, én is ritkaság voltam a sportolók között is, hát aki elolvassa az önéletrajzomat, az rájön, hogy miért, maga a versenyzésem is egy érdekes dolog volt, mert mindig nagy akaraterővel csináltam, ugyanígy nagy akaraterővel csinálom ezeket a képeket is, és hát szeretném, ha majd egyszer, de nem halálom után elismernének, hogy igen, hogy ilyen is van. Ön az az ember, aki az élet több területén megtalálta azt, amit szeretett volna, ki tudott teljesedni, és hiába mennek az évek, nem baj az, ha egyszerre nem éri el azt, amit szeretne, mert akkor mi lenne a cél? Hát nekem az a célom, ugye, hogy most a múlt hónapban, áprilisban, Zalaegerszegen volt kiállításom a József Attila könyvtárba, és a Kis Gábor volt igazgató úr, rájött, hogy én vagyok az újrakezdések bajnoka. Mert mindenben, amiben idáig belekezdtem, azt mindig valamilyen szintre, tőlem legjobban teljesíthető szintre elvittem. Hát itt is ezt szeretném, hogy egy bizonyos szintre el tudjam vinni, és hát nem tudom, érnek kudarcok, nem mindenhol fogadnak szívesen, valahol
azt mondják, hogy majd megkeresik, aztán majd értesítjük, de abból tudom, hogy soha nem lesz semmi, mert csak akkor lesz kiállítás, mindahogy itt Zalalövőn is, hogy igen, májusban szeretnénk. Ez oké, mert akkor biztos, hogy abból kiállítás lesz, és hát mondjuk nem baj, hogyha az embert később ismerik el, de azért egy olyan szint, hogy na, tényleg ez jó, ez az alkotó, azért az úgy jól esik. Mert nem nagy képviség szerint akarom ezt mondani, meg nem szeretném, hogyha úgy látszódna a dolog, de ez egy jól eső dolog. Már elég sok helyen dicsérnek, hogy tetszenek az alkotásaim. Köszönöm szépen, és további sok sikert kívánok a munkájához. És hát főleg azt, hogy ebben a művészeti ágban is teljesedjen ki. Igen, hát köszönöm szépen. Én is ezt szeretném, és köszönöm a lehetőséget. Nagyon örülünk a feleségemmel együtt, hogy itt lehetünk Zalalövőn, és hát még egyszer is köszöntöm a tévénézőket, és hát akkor mindenkit arra kérek, hogy tekintsék meg a kiállításomat, valószínűleg érdekes lesz. Ilyet nem biztos, hogy minden nap lehet látni, úgyhogy nagyon köszönöm a lehetőséget. Nagy tisztelettel szeretnék köszönteni mindenkit, aki elfogadta a meghívásunkat, és tényleg véletlenül se érezzétek, mert sokan megengedték már, hogy tegezzem, úgy, hogy most itt aztán egy nap alatt le akarjuk tudni mindazt, amit önök vagy ti végeztetek az elmúlt évek során. Ilyenkor nyugdíjas napon, idősek napján tényleg egy megköszönést szeretnénk tolmácsolni önök felé és felétek, illetve tiszteletünket kifejezni, ami munkát letettek, illetve letettetek az asztalra, mert ha ez a munka nem lett volna, akkor most mi nem lennénk itt. És próbálunk az iránymutatásoknak megfelelően menni előre, azaz azokat az alapokat, amit szereztünk a szüleinktől, vagy a nagyszüleinktől, igyekszünk szorgos munkával bővíteni, az értékét növelni, hogyha pedig ezt megteszünk jó pár éven keresztül a mi generációnk, akkor már szerintem egy értékesebb környezetet és egy értékesebb világot adhatunk tovább a gyerekeknek, illetve az unokáknak. Yeah.
hogy gondoltál rám azon az édes éjszakán. Wir möchten Sie herzlich begrüßen zu unserem Gastkonzert. Tisztelettel köszöntöm Gyarmati Antal urat, az Alalövő város polgármesterét, aki éppen ma ünnepli a születésnapját. Wir möchten unseren lieben Bürgermeister begrüßen, der genau heute seinen Geburtstag feiert. Ezúton is szeretettel kívánom neki boldog születésnapot. Diesmal wünschen wir ihm alles Gute zum Geburtstag. Felkérem, hogy jöjjön fel a színpadra és mondja el ünnepi beszédét. Wir möchten unseren Bürgermeister bitten, seine Festrede zu halten. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves gyerekek, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai koncertünkön, ahol összekapcsolódik két testvértelepülés az anyáknapi programmal, ebből próbáltunk kikerekíteni egy kedves rendezvényt az édesanyáknak. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder, liebe Freunde aus Österreich und aus Italien, ich möchte Sie alle recht herzlich begrüßen zu diesem Muttertagskonzert und gleichzeitig Konzert der Partnerstädte. Nach langen und vielen Vorbereitungen haben wir jetzt geschafft, dass wir dieses Konzert auch hier in Saarbrücken präsentieren. Ennek a mai koncertnek az ötlete megfogalmazódott tavaly ősszel, amikor novemberben egy workshopon voltunk Luckenburgban, ahol terveztük a testvértelepülések közös jövőjét. Einige Gedanken, bevor wir den Konzert starten zu diesem Konzert. Im vorigen Jahr November sind wir auf die Idee gekommen, als wir einen Workshop gemeinsam mit unseren österreichischen und italienischen Freunden in Luckenburg gestaltet haben, dass für die Jugend wir auch auf dem Gebiet Musik was gemeinsam tun möchten. Und diese Grundidee ist dann ausgearbeitet worden und so ist es dann zu diesem Konzert gekommen. Mivel valamennyi testvértelepüléssel működött valamilyen szintű zeneiskola, ezért úgy döntöttünk, hogy egy közös koncertet lehetne szervezni, ahol a zeneiskolai növendékei fellépnek minden településen és közös műsort adnak. Weil es in allen Partnerstädten eine Musikschule gibt, so haben wir gedacht, dass die Schüler und die Studenten von diesen Musikschulen könnten eventuell gemeinsam ein gemeinsames Konzert gestalten, zusammenbringen und wir haben so das mit Druck geschafft. És ez a koncert néhány héttel ezelőtt Luckenburg városában meg is valósult. Dieses Konzert wurde vor einigen Wochen in Luckenburg präsentiert. Természetesen előzmény is voltak a koncertnek. Össze kellett hangolni azt, hogy miből álljon a koncert, milyen zeneszámok hangozzanak el, illetve a legnagyobb megpróbáltatás az volt, hogy el kellett próbálni ezeket a számokat. Die Vorbereitungen waren natürlich mit sehr viel Arbeit verbunden. Wir haben ursprünglich planen müssen gemeinsam, welche Musikrichtung wir für dieses Konzert für die Jugend wählen. Dann haben die zwei Bands mit den Proben gestartet, angefangen und es hat jetzt zweieinhalb Monate gedauert. A fellépő gyerekeknek a szülei tudják, hogy mennyi időt fektettek ebben a produkcióban, amit most lezajlik, illetve nagy segítségünkre volt a Takács családi zenekar és Takács Attila, aki összefogta az egész koncertanyagot. Die Eltern von den Kindern wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie oft die Kinder zur Probe gekommen sind. Und
Großer Dank gilt an die Familie Takács, die eigentlich als Familienband die Grundlage des Bands bildet. Und Ihnen ist es zu danken, dass eigentlich diese Jugendformation zustande gekommen ist. Öröm volt hallgatni, hogy Bukban a magyar gyerekek szerepeltek Attiláékkal együtt, felemelő érzés volt, büszkeség töltött el valamennyünket, úgy gondolom, akik ott voltunk. Es hat uns allen eine Freude gemacht, in Bruck unsere Jugend von Sauerlöwe hören zu dürfen. Und wir waren, glaube ich, alle, die dort anwesend waren als Zuschauer, sehr stolz auf unsere Stadt und auf unser Band. És azt, hogy két ország, Ausztria, Magyarország egy település, az Alalöv és Bruck an der Mur közös koncertet adott, ez egy kicsit az európai létünket is szimbolizálja, gyakorlatilag Európáért énekelnek itt ezek a gyerekek. Und so, dass ein Band aus Österreich und ein Band aus Ungarn, zwei Länder, die Mitglieder der EU sind und im Sinne der Europäischen Union gemeinsam ein Konzert gestaltet haben, habe ich den Eindruck und ein Gefühl gehabt, dass sie auch für unser Europa gesungen haben bei diesem Konzert. Megköszönöm minden fellépőnek, segítőnek a közreműködést, hogy ez a koncert létrejöhetett, és nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek. Ich möchte mich herzlichst bedanken an allen Mitbeteiligten, Sänger, Musiker und musikalische Leiter für die Vorbereitungen für dieses Konzert, dass wir jetzt hier in unserer Stadt auch dieses Konzert herzlich willkommen können. Kérem, hallgassák meg Király Lilla Daniela saját versét, melynek címe Vers anyának. Es folgt ein Gedicht von Király Daniela Lilla, die dieses Gedicht selbst gedichtet hat, und zwar ein Gedicht für meine Mutter. Mindennapos csoda, s szól egy zongora. Szól bizony szól, s nem másnak, mint az én édesanyámnak. Mert jóság vala az új szívében, s szeretet. Még kitálom húrja pendül, szívem csendül, elcsendül, s mereng. S rájön, ma édesanyám napja. Ujjai lassan játszanak a gitáron, s fakszolom csendben elhallgatja a dalt. Mi anyámnak szól, ó anyám, mi jó vagy te, jóság, s csupa szeretet. S csak hallgatom ezt a művet, e dalt, mint gitáron zeng, s a dallamot, mint a zongora cseng. Mindannyiamhoz szólnak, s szívébe boldogságot hoznak. Én így vagyok jól, jól vagyok, mert anyám jól van. Boldog vagyok, mert anyám boldog. S legfőképpen büszke, mert anyám is büszke rám, s büszke rám, mint sas fiára, mint jó Isten, e szép világra. S e napon felköszöntöm jó anyám, mert az anya szent, s az anya jó, mert az anya szívből szeret. Így kívánok én boldog életet. A mai ünnepnapi közös koncert során a színpadon üdvözölhetjük az osztrák testvértelepülést, Bruck an der Mur zeneiskolájának Pop Ensemble zenekarát és énekszakos hallgatóit. Beim heutigen Konzert, Muttertagskonzert möchten wir herzlich begrüßen von unserer Partnerstadt Bruck an der Mur, von der Musikschule Die Gesangsklasse und Pop Ensemble Band. A mai rendezvény másik zenekara az Alalövői Lövő Band, mely két hónapja alakult. Der andere Teilnehmende ist unser Band von Sauerlöwe, sogenannte Sauerlöwe Band, ist vor zwei Monaten gegründet worden und besteht aus. Kedves nézőink, tekintsék meg a közös koncertet, érezzék őt! Liebe Gäste, wir wünschen Ihnen viel Spaß, fühlen Sie sich wohl bei diesem Konzert. I haven't solid, say you're wonderful.
Ferenc városi tanácsos urat, önkormányzati képviselőt, hogy fáradjon fel a színpadra, és megjelen beszélni. Möjtő Péter Schlagbauer, kérdés által Péter Schlagbauer, mit ti seine Festrede zu halten. Und ich wünsche Ihnen allen eine tolle Veranstaltung, die wir gehabt haben. És minden jót kívánok ehhez a mai rendezvényhez, amin most már túl vagyunk. Darf ich kurz die Stadt Brukkendur noch schnell vorstellen? Néhány szóban Brukkendurról szeretnék mondani. Ich freue mich sehr, dass ich heute als Vertreter der Partnerstadt Brukkendur, wo ich in Zalalövön sein darf. Nagyon örülök neki, hogy ma itt lehetek Zalalövön, városom Brukkendur, testvérváros Brukkendur képviseletében. Die Stadt Brukkendur hat 16.000 Einwohner, es gibt 31 Gemeinderäte. Brukkendur városának 16.000 lakosa van, és 31 képviselője önkormányzati. Die Stadtregierung besteht aus 7 Stadtratsmitgliedern. Ich bin als Stadtrat für Wohnungsangelegenheiten zuständig, da wir 700 Gemeindewohnungen haben. A legfőbb vezetés az 7 városi tanácsosból áll, ezek közül az egyik én vagyok, aki a lakás és a lakhatóságra illetékes bizottság vezetője vagyok. Recht herzlich bedanken darf ich mich am Jugendorchester der beiden Städten Zalalövön und Brukkendur. Meg szeretném köszönni a gyönyörű munkáját mind a két ifjúsági zenekarnak, mind az Zalalövőnek, mind a Brukkinak. Für das gemeinsame Muttertagskonzert, das hat mir sehr gut gefallen. Nagyon-nagyon tetszett ez a mai anyáknapi koncert, amit közösen előadtak. Den Muttertag feiert man in der ganzen Welt zu Ehren der Mutter. Az anyák napját, azt az anyák tiszteletére ünneplik az egész világon. Er findet nicht in allen Ländern am selben Tag statt. Nem minden országban ugyanazon a napon van. In Ungarn wird er am 1. Sonntag im Mai, also morgen, sprich gefeiert. Magyarországon a május első vasárnapján ünneplik, tehát a mai napon. Auf Initiative von Marianne Heinisch wurde 1924 erstmals der Muttertag in Österreich, also vor genau vor 100 Jahren, gefeiert. Ez egy nagy jubileum Ausztria számára, mert Ausztriában 100 évvel ezelőtt Marianne Heinisch indítványára kezdték el ünnepelni az anyák napját 1924-ben legelőször. Unser Unterschied findet in Österreich immer am 2. Sonntag im Mai statt. Ausztriában, viszont ahogy már hallottuk, mindig május második vasárnapján ünneplik az anyák napját. Io faccio salute conventi di cuore all'amministrazione comunale di Fara. Szívből köszön mindenki a Fárából. Per me è un motivo veramente di orgoglio vedere che dopo il durante questo percorso che abbiamo fatto è molto cresciuto il rapporto di gemellaggio. È nagyon büszke arra, hogy most a Fára di Zonzo és a Csalalövő meg a Brukkendur jobb lett a kapcsolata. Un grande rammarico però ce l'ho che non siamo riusciti a far partecipare una delegazione dei nostri ragazzi a questo evento. La promessa che colmeremo questo divario, questa cosa per le prossime volte, spero veramente che possiamo partecipare anche noi. És megígéri, hogy legközelebb az olaszok is fognak szerepelni ezen a koncerten. Perché la musica principalmente è una espressione che non ha bisogno di interpreti. In qualsiasi parte del mondo la musica è la musica. Mert a zene nem kell, hogy legyen tolmács, mert az egész világban mindenki megérti. E quando ci si capisce? És hogyha megértjük? Si superano visioni, si superano incomprensioni. Minden probléma túl lehetünk rajta. E si crea sicuramente un mondo migliore. E la grande speranza che ho nel mio cuore che finiscano le guerre. E a nagy remény a szívébe, hogy gyorsan vége legyenek az összes háborúnak a világunkban. È vero che non possiamo fare molto, però dobbiamo cominciare dal basso. Sicuramente che questi ragazzi non si odieranno mai, sono convinto. Mi sokat nem tudunk csinálni, de azért reméljük, hogy javulni fog a helyzetet, és ezek a fiatalok, akik ma szerepeltek a koncerten, biztos szeretni fognak egymást mindig. Nem lesz, jó volt nagyon. És akkor számomra nem maradt más, mint a köszönet. Végezetül szeretném megköszönni a fiataloknak,
Ander Brucki, mint az alalövő fiataloknak ezt a csodálatos délután. Én úgy gondolom, hogy az összefogás példaképe volt és az együttműködés példaképe volt ez az alkalom, amikor együtt tudtak énekelni közösen. Mint tudjuk, a zene mindenki, így aztán a zene nyelve az közös, azt valamennyien megértjük, és úgy gondolom, hogy az utolsóként elhangzott Diabelo című dal, amit annak idején afrikai éhezőkért énekeltek el amerikai popsztárok, az itt most elhangzott az európai békéért, mint ahogy férjünk barátom is utalt rá. Zum Schluss möchte ich mich bedanken bei allen Jugendlichen, weil ihr seid die Hoffnung der Zukunft. Wir bedanken uns, dass ihr dieser Zusammenhalt so schön geprägt habt und so in Form von Musik zusammengekommen seid. Musik ist eine gemeinsame Sprache, das verstehen alle. Und in Situationen wie heute, wo so viele Kriege auf der Welt sind, dieses Konzert hat eine Vorbildfunktion für die Jugend der Zukunft. Wir haben das Lied gehört, We Are The World. Damals haben die besten und berühmtesten Popsänger von den USA zusammengehalten und für die Kinder in Afrika gesungen, die an Hungernot gelitten sind. Jetzt habt ihr für ein gemeinsames Europa, für den Frieden gesungen. Ich möchte, dass es weiterhin so bleibt. Das wünsche ich euch allen. Köszönöm a felkészítőknek, köszönöm a közreműködőknek ez a csodálatos estét, megköszönöm Ambusnak is a közreműködést, hiszen azért ő is rengeteget dolgozott a háttérben mind a két koncert sikeréért, és még talán elmondhatom, hogy az elmúlt időszakban még két esemény is volt, az egyik a Menő Manóknak a látogatása Brookban, AG csoportja volt, és ők már tudják, hogy mit jelent 1600 méter közelébe jutni, illetve nemrég néhány teniszező is vett részt Ausztriában egy tornán. Köszönöm szépen a testvértelepülésünk küldötteinek, hogy meglátogattak bennünket és együtt voltak velünk ezen a szép estén. Ezennel megköszönöm mindenkinek a részvételt és mindenkinek további kellemes szép napot kívánok. Köszönjük szépen, hogy megtisztelték rendezvényünket. Bei den Betreuern und bei den musikalischen Leitern bedanken für die Vorbereitungen, bei den Musiklehrern, dass es zu so einem schönen Konzert gekommen ist. Unsere Partnerschaften funktionieren sehr gut. Es gab mehrere Veranstaltungen mit Bruck an der Mur zusammen in den letzten Monaten. Unsere Naturfreunde haben einen Besuch gehabt und zwei wunderschöne Wandertage in Bruck an der Mur verbracht. Sie waren auf 1600 Meter, Peter, Sie kennen das schon, dass man wirklich einen guten Rucksack und eine Stärkung im Rucksack dafür braucht. Und auch unsere Tennisgruppe war vertreten und haben an einem Business Cup Turnier teilgenommen. Es freut mich sehr, dass auch auf dem Gebiet Musik, Jugendmusik, so große Fortschritte wir gemacht haben und es soll auch für die Zukunft weiterhin so bleiben. Ich möchte mich bei Ihnen, liebe Zuschauer und liebe Mütter, bedanken, dass Sie heute gekommen sind. Wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Muttertag und viel Spaß noch heute. Dankeschön. Nur noch einen kurzen Satz. Ich höre im Mondat. Es ist schön, bei Freunden zu sein. Nagyon szép. A barátság és az, hogy barátok vagyunk. Dankeschön. Kivirágzik az orgona, május első hétvégén illata súgja, édesanya. Száll a széllel, sérül adja, így el senki nem mulasztja. Száll a széllel, sérül adja, itt van újra. Így ezen a szép napon
mi a legkisebb csoportosok is. Megköszönjük nektek mindazt a szeretetet, gondoskodást, amit tőletek kapnak a mindennapokban. Kisgyerekekkel nagyon sokáig és titokban készülöttünk erre a napra, úgyhogy kérjük, fogadjátok szeretettel egy kis műsorunkat. Thank you.
kevés patak, kevés hosszú. Úgy köszönöm veled, hogy nem is kell mást mondanom. Talán elég lesz az is, ha szeretettel ölel át két karom. És megértesz, ha feladnám, olyankor te biztatsz, ha elbuknék, újra hitet adsz, már csak el tudnám neked mondani, de nincsenek rá szavak, hogy a hálám egyre nő, mint folyam már duzzadó kis patak, kevés a szó, úgy köszönöm veled, hogy nem is kell mást mondanom, talán a szeretettel ölel át két karom. Ha elvesznék, te rám találsz, hogy álmaim elérjem, mellém állsz. Te vagy, aki gondot viselsz rá, szeretlek téged, édesanyám.